A Kapospulai Művelődési Házban találkoztak idén utoljára a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás tagjai. A települések jó évet zárhatnak. 19-es év igen mozgalmasra sikerült, nem csak a választások miatt, hanem egyébként a társulásban létrejövő változások, átvezetések miatt. A mai testületi vagy tanácsi ülés igazából egy eredmény, nem tudom, záróként lehet összefoglalni. Az elmúlt év teendőit próbáltuk, eredményeit értékelni. Hoztunk fontos döntéseket, amiről külön-külön nem szeretnénk most nyilván beszélni. Én azt gondolom, hogy akár pályázati témákban a társulást alkotó 14-15 önkormányzat sikeres évet zárhat, és büszke lett az eredményeire. Bízom abban, hogy a jövő év legalább ilyen sikeresen telik a társulásban. A társulás életében jelentős változást hozhat, hogy jövőre a tervek szerint Dombóvár is csatlakozik. Igen, ezt az időpontot már látjuk előre, ez jövő év közepére datálódik. Sajnos egy jogszabály pont miatt nem tudtunk ezt január 1-én megvalósítani, de minden bizonnyal a következő év június végén, július elején ez meg fog történni, és tagja lesz az önkormány, vagy a társulásnak a Dombóvárvárosi önkormányzata. Egyszer már évekkel ezelőtt teljes körűen a 16 település tátülelően a társulást létrejött, aztán bizonyos dolgok miatt a Dombóvár külön utakon járt. Én azt gondolom, hogy visszatérhetünk az eredeti felálláshoz, a dombóvári járást teljes mértékben átölelő társulási térség jöhet létre. Ez az új felállás változást hozhat majd a települések által fenntartott intézményrendszer helyzetében is. Nyilván lehetnek változások, egyrészt Dombóváron is már a jövő év elejétől, akár szociális területen különböző intézményi átszervezésnek köszönhetően változások fognak megvalósulni, de a Kaposmenti társulás esetében ez inkább jövő év második felére datálódik. Addig minden marad a régi. A társulás ülésén részt vett Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Dombóvár csatlakozását ő is pozitív fejleményként ítéli meg. Szerintem, ezt eddig is mondtam, minden kistérségnek a motorja minden szempontból az maga a város, ami körül létrejön a kistérség. Ez eddig nem így volt, sajnos. Dombóvárnak most még egy jó fél éves türelmi időt ki kell bírnia, és akkor remélem, hogy a kistérségi társulás teljessé válik, és Dombóvár város is ebben a munkába be tud kapcsolódni. Már addig is a polgármester úr a társulás munkájában részt vesz, viszont még addig nem szavaz. A térség országgyűlési képviselője úgy látja, eredményes évet zárhatnak a társulás tagtelepülései. Örülök annak, hogy ebben a kistérségi társulásban is az összefogásra terelődött a legnagyobb hangsúly, és tényleg a polgármesterek azért dolgoztak, hogy minél több eredményt tudjanak elérni 2019-ben is. 6 településen választottak új polgármestert, és remélem, hogy az új polgármesterek is gyorsan bele tudnak szokni a kistérségi társulás munkájába, illetve tudom azt, hogy nagy részük már jó kapcsolatokkal bírt az itt dolgozó polgármesterekkel. Én azt gondolom, hogy én a magam részéről is mindent fogok tenni annak érdekében, hogy ezek a települések a további életükben is hasonló módon tudjanak fejlődni, és én megpróbálok minden segítséget ehhez megadni. Remélem azt, hogy a következő években is számos közös sikert tudunk majd felmutatni. Magyar Falu Program gőzerővel zajlik. Tudom, hogy még mindenhova nem jutottak nyertes pályázatok, de a következő években azon leszünk, hogy ezek a források arányosan tudjanak eloszlani, illetve minden településen azok a célok valósuljanak meg, amelyek a legfontosabbak. Az októberi voksoláson a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás 6 tagtelepülésén választottak új polgármestert az ott lakók. A mostani ülésen röviden bemutatkoztak az új településvezetők, akik legnagyobb részének nem újdonság az önkormányzati világ.